Hát ilyen szép napsütésben nem is tudom igazából mikor volt utoljára holnap. Elég régen, nem? Hatodik alkalommal szervezzük meg közösen a Veszprém Vidéki Horgász Egyesülettel. Most csatlakozott hozzánk egy helyi étterem, aki nagyon híres a halételeiről, és minden évben az időjárás azért vegyes élményeket hozott, mert legtöbbször esős időben, vagy hűvösebb időben tellett ez a nap. Most pedig ragyogó kilátásaink vannak, mert már reggel is nagyon kellemes hőmérséklet volt. 8 órakor elindítottuk a horgászversenyt, 9 óra után pedig a halfőző vetélkedést, és már most 20 fok körüli a hőmérséklet, ugye 25-26 fokot mondanak, amire elkészülnek a finom étkek, illetve a halászlé elég nagy mennyiségben, reméljük nagy érdeklődés közepette, majd jönnek a vendégeink, akkor biztos vagyok benne, hogy kitűnő élményben, piknik hangulatban lesz része mindenkinek, aki ma megtisztelt bennünket. Régen mindig azt gondoltuk, hogy hal főzés, meg halászlé főzés van, de egészen pontosan itt most ugye úgy hangzik, hogy ez egy halnap, ahol egyébként halfőző verseny van. De ha jól tudom, nem csak halat főzni lehet, talán még sütni is. Bizony minden évben vannak olyan különleges ételek is, amire nem is számítunk, és főleg a Jeruzsálem-hegyi baráti kör mindig előrukkol egy újdonsága, de most így, ahogy körülnéztem, nagyon izgalmas ételekre fog sor kerülni, ahol sütni fogják a halat, illetve pörköltbe, túros csuszával tálalják, de lesznek hagyományos halászlé ételek is, úgyhogy várjuk, mint zsűri egyik tagja, én is nagy szeretettel, hogy milyen ízeket fogunk tapasztalni, de ahogy Szőke András a megnyitóba színművész úr mondta, a legfontosabb az, hogy együtt van a közösség. Ő azt mondta, hogy mindenkinek aranyminősítést adna, vagy első helyezettet, mert amikor a falu, illetve a vendégei együtt lehetnek, és ilyen remek hangulatban, az mindennél többet ér. És még egy dolgot hadd mondjak, hogy amikor a horgászversenyt megnyitottuk, akkor Tatai Lajos elnök úr azt mondta, hogy mivel tavaly elmaradt ez az esemény, örömhorgászat indult, tehát mindenki annyira várta ezt a mai napot. A főzéssel is ugyanez van. Örömhal főzés indult nem régen, úgyhogy én nagyon remélem, hogy nagyon jó hangulatba fog telleni ez a nap. Azt lehet tudni már most ilyenkor, hogy a végérvényes létszám megvan a horgászversennél, vagy időközben még be lehet szállni? Nem, előre kellett regisztrálni. 12 horgászcsapat van, 3 fős horgászsporttársakkal, és a halfőzők száma pedig 8 csapat, úgyhogy ennyien vagyunk. Most már nem lehet csatlakozni, de mindenkit várunk szeretettel, és hát ahogy szokott lenni, hogy ilyenkor még inkább csak azok vannak itt, akik a főzésben részt vennek, de többen fognak érkezni, családok, gyermekek, és a gasztronómia szerelmesei, akik meg fogják kóstolni a finom halétkeket. Művész úr, amikor megkeresték, hogy lenne egy ilyen újabb halnap a Sörsön, és vállalja el a zsűri elnöki posztját, akkor elsőre igen mondott? Én nem messzire lakom innen, itt Veszprém megyében, Talián Dörögdön, és 2 évvel ezelőtt például a tapolcaiak és az ottani badacsonyi környezet, az ottani horgászok nagyon nagy létszámmal a Balázsékkal, Domina Balázsékkal ugyanígy dolgoztunk együtt, egy nagyon sikeres program volt, és ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem szokatlan az ilyenfajta felkérés. Én annak örülök, hogy amikor itt találkoztunk, hogy magával, a polgármester úrral most dolgozunk először, de Hetes Sanyékkal egyrészt a Művészetek Völgyében, másrészt én Veszprémben már többször főztem is, a történelmi anyagokkal is foglalkoztunk, tehát régi a barátság, magyarul nem idegenként érkeztem ide, de amit szerettem volna elmondani, hogy a legfontosabb mindabban, ami ma itt történik, nyilván ez egy verseny is, de az a nagyon megható, vagy nagyon, hogy is mondjam, erőteljes érzés, hogy több generáció van jelen, nem csak az idősebbek, nem csak középkorosztály fiatalok is itt vannak közöttünk, és hogy egy olyan családi hangulatba érkezik be az ember,
ami ebben a mai világban én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Másrészt pedig, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy egy nagyon szép őszi idő itt a Balaton partján, ahol közben pedig a versenyzőink is horgásznak, nem csak ez történik, hanem én mindenütt más helyszíneken is, ahol Bede Robival, mesterszakács kollégám, aki a TV Paprikában dolgozik, ha megyünk gasztostand-upokra, főzőversenykre, azt mondom, hogy a majdani látogatók, mert ma is tele leszünk itt egy pillanat múlva, amikor már, hogy mondjam, finishben vannak a halászlevek, hal, főző programjaink, mindig azt szoktam mondani, hogy fontos lenne a megismertetés, megszerettetés és az oktatás. Na most például a Jeruzsálem egy baráti kör nem csak a főzésekkel és a különleges receptekkel készül, és a többiek is, hanem olyan üzeneteket, olyan történeteket hoznak, akár a történelmi anyagokból, receptekből, 1800-as évekből, aminél egy picit, ha én átlag látogatóként ideérkezek, akkor az a fontos, hogy nekem megmutatja ez a közeg, hogy nem csak egyszerűen az édesnemes vagy csemege paprikával elkészített vöröshagymás halász levet vagy hallevet tudom megkóstolni vagy tekinthetem magyarnak, hanem rengetegféle formája van, és ezért vagyok boldog, hogy most a versenycsapataink között például egy szabolcsi receptúra is jelen van, töltött hallal. Nem csak a ponty jelenik meg, hanem itt van egy harcsa történet. A magyar gasztronómiának és történelmének fantasztikus a múltja, és én azt mondom, hogy ha ide ma fiatalok is ideérkeznek, akkor nem csak, hogy mondjam, a reklámmal vagy az iskolai oktatással tudok valamit átvinni, hanem hiszem azt, hogy az ilyenfajta programok, mivel tapasztalati, személyes, empirikus hatásuk van, meg tudom kóstolni, látom a szálkát, látom a fejhúst, a gyerekeknek, a következő nemzedéknek valamit továbbadhat. Tehát én mindig abban hiszek, hogy ne csak az internet vagy az elektronikán keresztül küldjünk a mai modern világban okos eszközökkel gyönyörű szép képeket, jöjjünk ki a valóságba, a természetbe. Ami itt van, és a Balaton hihetetlen energiája, az egy olyan csoda emellett főzni, ami azt hiszem, hogy 10 év múlva is majd a most ide látogatóknak nyomot hagyhat, és így tovább vihet valamit a múltból. Művész úr, ugye ez egy verseny, persze azért nyugodtan elmondhatjuk, hogy nem véresen komoly verseny, inkább picit játékos, de mégis azért mindenki nyerni akar. Ugyanakkor ugye a zsűri, ha megkóstolja, hát evidens, hogy egy szubjektív döntést fog hozni. Hogyan lehet ennyi fajta ételt összehasonlítani? Ön mire fog figyelni? Vagy önnek mi számít majd jobban? Bocsánat, hogy ezt mondom, hogy egy-két héttel ezelőtt körülbelül Kiskunfélegyházán voltunk a Robival nem is több tizenvalahány évet csináljuk a Liba Fesztiválon. 48 versenycsapat volt, és libás ételekből egy versenycsapatnál akár 4 féle étel is volt. Tehát ugyanúgy ott is felvetették ezt a kérdést, hogy de hogy lehet ezt kibírni. És én azt szeretném mondani, hogy természetesen az adott ételek, amelyek például itt is versenyeznek, a maguk kategóriáján belül követhetőek. Nem csak azért, hogy mennyi mennyiségű sót tartalmaznak, hogy mivel szabad tűzi munkát végeznek itt a versenyzők, mondjuk az az étel kellően megvan-e főzve, vagy ne adj Isten, konyha nyelven mondva kozmás, tehát egy kicsit karamellizálódott. Nagyon jól lehet azt követni, hogy az adott étel féleséggel a szakácsok, a készítők hogyan foglalkoznak. Megadják-e annak a megfelelő tiszteletet, a zöldségfélékkel megfelelően foglalkoznak-e? Tehát egy kicsit azért vitatkoznék, mert igenis követhetőek az ételformák, nem szubjektív érzelmi alapon döntünk, hanem vannak olyan kitételek, például, hogy az anyagmennyiség, az anyagösszetétel, az állag milyen, hogy adott esetben egy bográcsos ételnél szétkevertem, és az egész egy zavaros történet lesz, vagy mivel például a halhúsok törékeny, finom, könnyű anyagok, megtartom-e azt a formát, ugyanakkor kellően át vannak-e párolva, kellően megfőttek ezeket, mind lehet látni. Mondok egy furcsa példát. Mi jó ideje most Magyarországon főzünk, ugye nagyon sok helyen
mondjuk úgy, hogy elég nagy mennyiségű paprikát, akár csemege paprikát használunk. A paprikáról azt kell tudni, a tört paprikáról, hogy egy nagyon érzékeny anyag. Tehát nem feltétlenül az a cél, hogy egy bográcsnál 25 cm vastagságba szépen mondva oda karamellizálódjon ez az anyag, majd visszakaparjon fakanállal, hanem itt nagyon kevés idő is elég a paprikának, hogy azt a színt, azt az ízvilágot kiadja. Tehát ezeket azért nyomon lehet követni egy zsűrizésnél, és ez alapján tud egy szakmai zsűri, hiszen itt szakemberek is lesznek, dönteni. Én szívem szerint, mondom, nem versenyeztetnék, mert az a legnagyobb csoda, hogy együtt vagyunk, de ha már zsűrizni kell, annak vannak olyan kritériumai, amelyet egy pontrendszerben természetesen össze lehet rakni, és eredményt lehet hirdetni. Egyébként önnek van kedvenc halétele? Én mondtam ezt, még amikor a kamera nem ment a megnyitónál, hogy nehéz helyzetben vagyok, mert most itt a Balaton partján vagyunk, és ahonnan én jöttem, az a Dél-Bakony, de hát én eredetileg szentesi vagyok, tehát igazából a Tiszától 4 kilométerre, a Köröstoroktól 9 kilométerre, Csongrádtól 9 kilométerre éltem. Nálunk ott a gyerekkoromban az áradások miatt, ezt úgy hívták népiesen, hogy kubik gödrök is az ártereken találhatóak voltak, tehát én nem ritkán gyerekkoromban kijártam, és nem a folyami Tiszából, hanem a kubik gödrökből szedtem össze az összes létező vízi élőlényt. Itt azért igazából a ráktól kezdve mindent lehetne említeni. És bármilyen furcsa azt mondani, hogy amikor mondjuk például hal levet készítünk, én nekem, hát akkor így mondom egyszerűen, a halászlé a kedvencem, azért mégiscsak van kapcsolódás a régi Balaton, hal levei és a Tisza környéke között, mert hogyha megnézzük a pásztorételeket, vagy az itteni régi halételeket, elnézést, hogy a Balaton déli oldalát hívom ide üzenetként, úgy hívják ezt, az itteni, mondjuk úgy népi neve az volt, hogy petyek. Ez a túloldalon egy petyek fesztivál nagyon-nagyon régóta megy is, ott nem mondok most konkrét neveket, Siófok környékén, de ugye itt a balatoni halászokról beszélünk. Miért használok ilyen körmondatokat? Mert a petyeknek az volt a lényege, hogy a halászok bementek hálóval, hajnalba, szegény emberekről beszélünk, húzták a halat, majd amikor kifogták, akkor Veszprémbe, sorba, mindenhova vitték a gyönyörű halakat eladni. Dehogy úgymond ennek az egésznek, a hálóval húzásnak volt egy, nem merem most csak félve mondani, volt egy szeméthal része, tehát a pici apró halak. És azt csinálták a halászok, hogy hajnalban, amikor kimentek dolgozni a vízpartra, egy bográcsot fölraktak a vízpart mellett, és az apró halakat, mivel ők ebből éltek, nem tették meg, hogy a szép halakat meghagyják maguknak, ezt az úgynevezett kis halakat, sokféle halról beszélünk, szélhajtóküsztől kezdve nagyon sok mindent, keszek, kárász, még akár törpearcs is, ezeket beledobálták lassú tűzön a nagy bográsba, és hagyták, hogy szépen lassan fövögessen. Ez ugyanúgy érvényes az Alföldre. És a munka végére kész lett. De egy pillanat, miért mondom ezt? Mert eredetileg nincs passzírozás. Egy nagyon jó alaplé elkészül, majd esetleg egy-két szeletet a végén beleraktak, és mit csináltak? Miért nem okozott problémát az, hogy egy ekkora felületben mondjuk ennyi idézőben törmelék volt jelen? Óvatosan szedték ki, de a régi halas történeteknél vajon a pásztor vihetett valamilyen passzírozógépet? Nem. Belemerített a folyóba, vagy a Balatonba, kimerte a vizet, és elkészítette így, mint például a petyeket, elkészítette így az ételt, és óvatosan szedték ki. Na most ez az ízösszeg viszont egyszerűen verhetetlen. Tehát, hogyha most engem megkérdez, akkor ha tehetném, de csak úgy, hogyha... Enne egy ilyen. Akkor én azt mondom, hogy én nem passzírozok, hanem elkészítem ezt az alaplevet, ugyanúgy nem zavarosítom föl, beleteszem a szeleteket, és én azt mondom, hogy ha már halat eszünk, akkor lehet, hogy a szálkás, de akkor együk úgy. Azt látom, hogy kevergeti, de azt is látom, hogy ez elképesztően bugyog. Ennek így bugyognia kell? Igen, fontos a nagy tűzerő hozzá. Ugye minél nagyobb tűzerő, annál jobb.
ahogy minél jobban kifolyjon a kollagén a halakból, és ugye az is sűríti magát. Egyébként a szél most felén fújta, és nagyon kellemes illata van, de én azt látom, hogy ebbe szinte lassan már majd nem lesz lé, mert annyi hal benne, mennyit tettek bele? De azért lesz benne lé. Hát ugye egyharmada hal, kétharmada víz, meg benne van a hagyma, és ahogy fő el, akkor folyamatosan teret fog nyerni a víz benne, meg még egyszer adagolunk hozzá. Aha. És akkor ahogy felforrt az egész, meg jónak látom, még nagyjából egy óra, akkor a piros paprikát hozzáadjuk, és azzal sűrítjük be. És ugye tulajdonképpen ez, bocsánat, ez milyen halászlé lesz? Hát ugye mi a La Ruba Hoteltől jöttünk, szóval mi úgy nagyjából a Dunait használ, Dunait folytatjuk. Szóval nem az a nagyon passzírozott, kicsit hígabb a miénk, de azért van sűrűsége neki, állaga meg íze is. Belsőség, minden van benne? Nem, ez maga csak az alap, ez ponty meg harcsa meg suka alapból készül. Egyébként azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy ezt La Ruba halászlének nevezzük. Hát hívhatnánk ki így is. Aha. Ugye minden ahányház annyi szokás. Van ennek valami titkos recepte egyébként? A magas tűzerő meg a friss hal, a jó minőségű friss hal. Fontos, hogy friss halból dolgozzunk. Egyébként az mit jelent, hogy friss hal? Hogy most hozták reggel, vagy mit? Hát ugye sok helyen fagyasztottal dolgoznak, meg ilyen előkészítettel. Hozzánk ugye úgy érkezett a hal, hogy megjött maga a hal, meg a ponyfilé, és ugye szérszortírozva, nekünk is könnyebb dolgozni vele, viszont mégis nem fagyasztottat használunk. Aha. És nincsen iszapíze neki, szóval jó minőségű hallal dolgozunk. Egyébként itt két kondér van, maga a kondér sem akármilyen, úgy látom, ez nem egyszerűen csak egy üst, ez, ha jól látom. Tessék? Ez részbogrács. Aha. Igen, fontos. Elég ritkán látok ilyet. Nem tud leégni benne egyszer, meg nem tudom, hogy más karaktert ad a halászlének, ahogy főzzük benne. Szóval ilyen teljesen más lesz, mint otthon a fazékba, és ebből ugye lehet forralni. Aha. Forralni, ugye nem fut ki. Szóval lehet nagy tűzerőt adni neki. Egyébként a főnök úr, a szálloda főnöke az megmondta, hogy hogyan készítsék, vagy önre bízta? Hát ugye én amikor odajöttem, meg volt az alap, szóval azt szerint megyünk. Ugye azt mondták, hogy ma így főzik 35 éve, azóta bejön az embereknek, szóval akkor követjük ezt a hagyományt. Aha. Egyébként most, hogy így ez úgy forr, az látszik, még mennyi idő kell neki? Egy óra? Másfél? Egy óra, meg a paprikával együtt. Egy másfél óra nagyjából, igen. Igen, nagyjából. Lehet azt satszolni, hogy ez körülbelül hány adag? Ez? Hát úgy, hogy mire kész lesz, ez olyan 25 liter. Hát, ja. 50 embernek jut, nem? Hát egy 30-nak, igen. Ha kettővel együtt, akkor 60 igen. ember? Igen. Aha. Igen, 60 ember, és akkor mi fogjuk mosztani a közösségi halászlét is, és akkor a kollégák meg a konyhán, akik bent maradtak, ők ott is főzik bent ugyanilyen ütemmel a halászlevet. Aha. Ugyanúgy részbográcsba. Aha. Egyébként ez egy verseny, ugye miért pont ezt választották? Lehetett van annyi minden mást is. Hát nekünk ez a profil, erről ismert a hely.